Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit, Lipták Péter vagyok. 1944-45 fordulóján a környékről közel 1900 embert szakítottak el otthonaikból, és vittek el erőszakkal az orosz munkatáborokba. Több mint 15 millió forintból készült emlékhely a németek elhurcolásának 76. évfordulója alkalmából. Köhlernék Hoch Ilona, a Bonyhádi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke szerint fontos, hogy ne feledjük el a felmenőinket ért borzalmakat. Ez egy gyökerétől kitépett fa. Ez azt szimbolizálja, hogy emberek ezrei, tízezrei váltak gyökértelenné, újhazába kerültek, és akik itthon maradtak, a szülőhelyükön maradtak, legtöbbiket, őket, azokat is kitelepítették a házukból, mindenüket elvették, tehát ez a kitépett fa, ezt szimbolizálja. A bőrönt természetesen azt, hogy el kellett hagyni az otthonukat. Azt a házat, amit a két kezükkel építettek, volt olyan ház, ahol ki van írva a homlokzatra, hogy elkészült 1939-ben, tehát el lehet képzelni, hogy mennyi ideig élvezték ezt az új épületet. És ott a padon pedig van egy tányér, abban pedig egy kulcs. Az azt jelenti, hogy amikor elmentek innen, kitakarították a házat, és az asztalra rátették a kulcsot. 1944. decemberében összeírták a Magyarországon élő németek névsorát, majd pár napra rá elkezdték a munkatáborokba való deportálásukat. Bonyhádon erre 1945. január 5-én és 7-én került sor. A gimnáziumban nem csak a bonyhádiakat, hanem a Bonyhád környékieket is összegyűjtötték, több mint 1900 embert, és innen gyalog hajtották őket Bajára. Baján bevagonírozták őket, és marha vagonokban szállították a Szovjetunióba, és embertelen körülmények között kellett dolgozniuk, és akik ott voltak, azoknak 30, de volt, amikor 40-50%-a se tért vissza. A legtöbben közel 5 évet töltöttek el ott, csak azért, mert német származásúak voltak. 1944. december 22-én adták ki a 0060-as parancsot, amiben elrendelték a német származásúak összeírását. Ezt követően néhány nappal már meg is kezdődtek a német származású emberek összegyűjtése. Bonyhádon január elején, viszont Cikón még december végén, és Baranya megye egy részén is december végén már elkezdődtek az összegyűjtések. Nem voltak tekintettel se karácsonyra, se szilveszterre, se új évre. A munkaképes lakosokat összegyűjtötték, és azt tudták az emberek, hogy 2 hétre mennek a bácskába kukoricát törni. Ennek ellenére nagyon távol kerültek a hazától, és az a borzalom, amit átéltek, azt csak ők tudják. A rendszerváltásig erről egyáltalán nem szabadott beszélni, ez tabu téma volt. És ennek megfelelően nem is készültek erről feljegyzések, iratok, sőt, még írni sem szabadott róla. Olyan megható volt, nem olyan rég volt nálam egy túlélőnek a fia, aki elmesélte, hogy az édesanyja egész életében nem beszélt erről. És a halála előtt nagyon leépült, szellemileg nagyon leépült, és kórházba került. És az utolsó egy hétben csak erről beszélt, oroszul beszélt, és csak az ottani borzalmakról. Tehát el lehet képzelni, hogy egy ember, aki az egész életében ezt a szívében hordja, mit élhet át. Az első 2 év az borzasztó volt, a legtöbben akkor haltak meg, utána már kicsit konszolidálódott a helyzet, több élelmet is kaptak, de azt is el kell mondani, hogy a nőket sterilizálták, tehát hogy ne legyen gyerekük, és ennek következtében több hölgy soha nem lehetett édesanya. Köllerné Hoch Ilona nagyon fontosnak tartja, hogy a fiatalabb korosztály is megismerje a múltat. Én úgy gondolom, hogy a fiatalokat nem foglalkoztatja még annyira. Tehát vannak olyanok, akiket tényleg érdekel, van, ahol nem is mertek erről beszélni, mint ahogy említettem, tehát még az unokák, a leszármazottak se tudták igazán. Ez az utóbbi időben került napvilágra, és most már nyíltan lehet róla beszélni, és kell is. Úgy gondolom, hogyha idősebbek lesznek, akkor, ha valaki idősebb lesz, talán akkor kezd jobban
foglalkozni a gyökereivel, és nekünk az a feladatunk, hogy adjunk egy anyagot, amit majd esetleg kutatni tudnak, és a szülőknek, nagyszülőknek pedig felelőssége, hogy igenis meséljenek ezekről a szörnyű dolgokról. Az emlékszobor méltó helyet biztosít ezentúl a múlt idézéshez. Nagyon örülünk annak, hogy a magyar állam kormánya támogatta ezt a beruházást, mégpedig teljesen pontosan 15 millió forinttal. Juhos Lászlót kértük föl az emlékmű megtervezésére, a szobor megtervezésére, és úgy gondoltuk, hogy ő egy megfelelő ember, tehát egy neves szobrász, és mi úgy érezzük, hogy ez egy méltó emlékmű. A Tolna megyei németségnek tetszik. Az alkotást a Tolna megyei és a környék német nemzetiségi önkormányzatai, valamint egy helyi vállalkozó is támogatta. Ez az emlékmű decemberben készült el. Szeretnénk emléket állítani a Tolna megyei németség múltjának, tehát az elhurcolásnak, az internálásnak és a kitelepítésnek. Előző évben volt a 75 éves évfordulója az internálásnak, lengyelre vitték el a német származásúakat. Akkor se tudtunk megemlékezni, mert akkor már Covid volt. Terveztük, hogy január 19-én az országos emléknapon Bonyhád lesz a helyszíne ennek az emléknapnak, ugyanis a kormány 2012-ben január 19-ét nevezte meg az országos emléknapnak. Az emlékmű tervezése tavasszal kezdődött el, közben akkor megérkezett a Covid, nem lehetett kapcsolatot tartani, így elég nehézségeink is voltak. A kivitelezés ősszel kezdődött meg, és decemberbe fejeződött be, és szerettük volna az emléknapon az emlékművet felavatni, de ugye erre most nincs lehetőség. Mindenféleképpen ezt is elhalasszuk arra az időpontra, amikor itt Bonyhádon meg tudjuk tartani az országos emléknapot. Minden évben máshol tartják meg az országos megemlékezést, idén Bonyhádra szervezték volna. Nincs rá lehetőség, hogy ezt a megemlékezést megtartsuk, ugyanis még mindig szigorú feltételek vannak, tehát nem lehet rendezvényeket tartani. Úgy gondoljuk, hogyha vége van ennek a pandémiának, és már lehet rendezvényeket szervezni, akkor mindenféleképpen megtartanánk, megemlékeznénk erről a szomorú eseményről. Nem tervezzük most időpontot, azt mondtuk, hogy ha vége van, és már lehet tervezni, majd akkor, mert már olyan régen terveztük ezt a január 19-ét, de nem jött össze. Tehát arra is gondoltunk, hogyha esetleg június eleje megoldható lenne, az abból a szempontból lenne jó, mert Bonyhádról június elején, 3-án és 5-én telepítették ki az embereket. Akkor kezdődött a kitelepítés, több mint 3000 bonyhádi vált gyökértelenné és elüldözötté. Tolna megyében a bonyhádi kitelepítetteknek van a legnagyobb száma, és én úgy gondolom, hogy ez egy méltó helyszín lesz, hogy megemlékezzünk az egészről. A Madéfalvi veszedelem néven ismert 18. századi osztrák katonai megtorlás 257. évfordulójára emlékeztek meg Bonyhádon. A Székely Emlékparkban Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke arról beszélt. A székelyek a vérüket adták azért, hogy jogaik megmaradhassanak, és ezt az örökséget kell megőrizni és továbbadni az utókornak. A bécsi udvar 1763-ban azzal bízta meg Adolf Bukov tábornokot, hogy szervezzen Erdélyben 3 székely és 2 román határezredet. A székelyek azonban meg akarták őrizni évszázados katonáskodási hagyományaikat, kiváltságaikat, és ellenálltak. Bukov tábornokot ekkor Mária Terézia leváltotta. A helyre lépő báró Siskovics József altábornagy parancsot adott katonáinak Madéfalva megtámadására, ahol a székely vezetők találkoztak. Egy havas téli éjszakán 1764. január 7-én vad ágyutűzzel indítottak támadást, mintegy 200 embert mészároltak le. Bonyháron az újonnan átadott székelypadban helyezték el a Madéfalvi védengzés évfordulóján a megemlékezés koszorúit. Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke megemlékező beszédében felidézte a történéseket. Ősi jogukért szerettek volna kiállni, hiszen a katonaságot beszerették volna vonni ugye az osztrák fennhatóság alá. Szabadok voltak a székelyek,
ettől is meg akarták őket fosztani. A válasz az volt, hogy Siskovics ezredesnek a válasza, hogy fogunk méltóképpen válaszolni. A méltókép válasz az volt, ugye, mint ahogy sokan tudjuk, hogy Ágyuk, Zöreje, Golyok, Zápor ébresztette föl a falut. Hiába lobogtatták a fehér zászlót arra gondolva, hogy talán megenyhül a szívük. Példát mutattak azzal, hogy itt most gyilkolás lesz, székely népirtás. Körülbelül 5000 embert mondanak, hogy ott volt. Volt elég fegyverük, szembeszállhattak volna, de mégis a békességet választották. Úgy gondolták, hogy el fogják érni, de sajnos nem, így történt. Menekültek, ugye ott körülbelül 200-an meghaltak. De még az évek során, ugye meg ahogy a Moldva felé menekültek, sorba-sorba hullottak el a székelyek. És így született meg a bukovinai székelység vérben, mint ahogy többször lehet hallani. Mit üzen számunkra ez a kálvária? Mindenképpen azt, hogy ki kell állni, és méltóképpen képviselni azokat az embereket, azokat az őseinket, akik az utolsó csepp vérükig adták az életüket azért, hogy megteremtődjön egy népcsoport, azért, hogy a jogaikért kiálljanak, és mindenképpen számunkra fontos az, hogy ezt megőrizzük, ezt nem csak az emléküket, hanem azt az örökséget, amit ránk bíztak, ránk hagytak. Kultúrába és azokba a kincsekbe mindenképpen, amit magunkba hordozunk. Fontos ezt továbbadnunk, és nem győzöm mondani mindig, hogy a gyermekeink számára is legyen fontos, és ők is 100 év múlva is emlékezzenek erre a nehéz időszakra, és erre a sorsra, amit a bukovinai székelyek végigéltek. Az esemény helyszínén Madéfalván a 257. évfordulón emlékeztek meg a Habsburg császári csapatok székelyellenes védekezésének áldozatairól. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a Bonyhádi választókerület országgyűlési képviselője arról beszélt, a székely szabadság nem választható el az egész magyarság szabadságától a Kárpát-medencében. Az emlékművön olvasható idézet a soha fel nem adást, a soha el nem keseredést, a jövőbe az elkövetkezendő nemzedékekre tekintést, a tetre elszánt közösséget jelenti valamennyiünk számára. Mindezt úgy, hogy az alkotmányos szabadságot reménytelenül is védők emlékét nem hagyjuk elveszni. Örökre fennmarad, mert hű kegyeletben megtartod őseid. Rádöbbenhetünk arra, hogy mai tetteinket milyen erővel határozza meg őseink válasza. Megmaradtak. Újrakezdték az életüket. Ez az esemény egy menekült hullámot is indított el ugyanakkor a Székelyföldről. A menekültek javarészt a moldvai csángóság sorait gyarapították, kisebb részük pedig 1776-tól 86-ig Bukovinába telepedett át, létrehozva egy új népcsoportot, a bukovinai székelységet. A mai napig hallom nagyszüleim hangját, ahogy a kerti munka közben, vagy az esti beszélgetéseknél a régi időkről meséltek. Kisgyerekként talán még nem értettük, de valamennyien megtanultuk az öt falu nevét. Isten segíts, fogadj Isten, Hadik falva, András falva és József falva. Majd ahogy felnőttünk, úgy telt meg ez a felsorolás őseink történetével, életszemléletével, örökségünk megértésével. Ha a székely szabadságról beszélünk, akkor az egész magyarság szabadságáról beszélünk, az egész Kárpát-medencében. Ha nem támogatjuk egymást, akkor gyengék vagyunk, együtt viszont erő. Potápi Árpád János bejelentette a Magyar Állandó Értekezlet 2021-et a Nemzeti Újrakezdés évévé nyilvánította. A vírusveszély miatt idén rendhagyó szűkkörű megemlékezést tartottak az ország első Vas Albert szobránál, megemlékezve az íróra, költőre. Hagyományosan ehhez az évfordulóhoz egy iskolásoknak írt rajzverseny is társul, melyre minden eddiginél több, 187 alkotás érkezett. Vas Albert erdélyi magyar író költő, a magyar irodalom egyik legellentmondásosabb alakja. Egyik oldalon a hivatalos irodalom történet, mint a tudomást se akarna venni róla,
miközben mások a legnagyobbak között emlegetik. Masszív politikai felhangoktól sem mentes kultusz alakult ki ködülötte. Műveit itthon csak a rendszerváltás óta jelenítik meg, korábban szinte ismeretlen volt. Népszerűsége az 1990-es évek végétől folyamatosan növekszik. Bonyhádon avatták fel először Magyarországon a szobrát, és hoztak létre civil szervezetet a szellemi hagyaték őrzésére, és továbbadására jelezve az itt élők szimpátiáját azzal a gondolatisággal, melyet Vas Albert munkássága képvisel. Az idei esztendő rendkívülisége a mindenévi megemlékezésre is rányomta a bélyegét, a hagyományokkal ellentétben idén csendesen idézték meg az író szellemét. Mélység és magasság, idézhetjük Vörös Martit. Ez kétszeresen is helyén való, egyrészt mert itt állunk a költő nevét viselő művelődési központ mellett, másrészt mert itt vagyunk Vas Albert magyar író szobránál. Az ő bonyhádi szobráról beszélünk és az életműről, mert abban jelen van a szellemi magasság és a gondolati mélység, és ez az, ami igazán fontos. A világ első köztéri szobra itt áll 2005. január 8-a óta. Ez jel, jelzés az értő és érző szívű magyaroknak, hogy az értéket nem hagyjuk veszendőbe menni, mert az író hagyatéka elsősorban erdélyi magyar testvéreinké ugyan, de minden magyaroké is. Súrján József a Vas Albert kerekasztal alapítójának gondolataival emlékeztek meg az alkotóról. Szabó László, az asztaltársaság elnöke azt mondta, egyre többen olvassák Vas Albert műveit, népszerűsége folyamatosan növekszik. Nemrégiben része lett a nemzeti alaptantervnek. Annak idején, amikor én először találkoztam Vas Albert írásművészetével, az első könyv, amit elolvastam tőle, illetve meghallgattam hangos könyv formájában, az a Ember az országút szélén című regény volt, és akkor döbbenten ismertem föl, hogy ennek az írónak kötelezővé kéne tenni a könyveit a legalább a gimnáziumi évfolyamok sorában, és ez most bekövetkezett, hát kellett rá várni, hogy több mint 15 évet, de eljutottunk odáig, hogy ma már benne van a nemzeti alaptantervben. Vas Albert, igen, úgy gondolom, hogy itthon van Bonyhádon, hiszen itt, tehát Bonyhád egy olyan befogadó település, ahol svábok, székelyek, erdélyi magyarok, felvidéki magyarok, délvidékiek békességben élnek együtt, és ha valahol, akkor itt van a helye Vas Albertnek is, aki kényszerűségből elhagyta hazáját, Erdélyt és Magyarországot. A Vas Albert emléknap minden esztendőben egy rajzversennyel gazdagodik, melynek keretében a gyerekeknek meghatározott mesékre kell illusztrációt készíteniük. Az idén a megszokott közös rajzolás a vírusveszély miatt lehetetlen volt, így mindenki otthon készíthette el alkotását. Minden eddigihez képest magasabb számban érkeztek be pályaművek, és hát a színvonal semmit nem csökkent, sőt azt lehet mondani, hogy talán emelkedett. És hát most online módon fogják majd a gyerekek megtudni, hogy ki milyen eredményt ért el. A szokásoknak megfelelően a város vezetői és a civil szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat Vas Albert szobránál. Összetartó, családias hangulatú egyesület, így jellemezték a Bonyhádi Fotóklub tagjai 2014-ben alakult csoportjukat. Havonta egy alkalommal a helyi művelődési központban szoktak összegyűlni, és közösen járnak fotózni. Kiállításokon és pályázatokon is rendszeresen részt vesz az egyesület. A Bonyhádi Fotóklub 6 éve alakult Kirkné Máté Réka kezdeményezésére, azzal a céllal, hogy a környékbeli amatőrfotósoknak találkozási lehetőséget biztosítson. Havonta egy alkalommal a művelődési központban jön össze a csapat, ahol a tagok fotóit értékelik és kérdésekre is választ kapnak a klub szakmai vezetőjétől. Minden hónapban 2-3 alkalommal elmennek közösen fotózni, hol erdőben járnak, hol éjszaka a csillagokat, vagy épp az esti várost örökítik meg. Fotópályázatokon és kiállításokon is rendszeresen vesznek részt. 2014. októberében alakult a Bonyhádi Fotóklub, igazából
nyomásra, hogy így mondjam. Tehát többen megkerestek, hogy mikor lesz már Bonyhádon végre ismét egy fotóklub, mert nagyon régen volt. Sokáig tipródtam, aztán úgy döntöttem, hogy pár fotóst megszólítok, hogy ők mit szólnának hozzá, leültünk beszélgetni, és jó ötletnek tartották. Ezért megalakultunk, és azóta egyre többen vagyunk. Összesen most már több mint 40-en vannak, akik jártak vagy voltak a fotóklubba, akár csak egyszer is. Igazából körülbelül egy ilyen 15 fős a kemény mag, akik amikor csak tudnak, eljönnek a havi találkozókra, vagy amikor elmegyünk a természetbe fotózni, vagy a várost fotózni, akkor jönnek velünk. Rendszeresen tudunk hál' Istenben mutatkozni. A művelődési központ az anya intézményünk, tehát itt alakultunk meg, itt jövünk össze, és itt két évente tartunk kiállítást. Ezen kívül több helyen voltunk már Bonyhádon, Váralján, Szekszárdon, tehát azért már be tudtunk mutatkozni többször is, és mindig nagyon jó az is az a folyamat maga, amikor megnézzük évről évre, hogy kiknek milyen új fotói vannak, válogatunk, új képeket nagyítunk, és tényleg az emberek is szeretik, hogy elég színes, változatos anyag gyűlik össze, és nem csak mi érezzük a fejlődést, ami nagyon jó szintén, tehát a visszajelzések is jók, hogy egyre jobb képekkel tud bemutatkozni a fotóklub. Az jön ide, aki szeret fotózni. Ez igazából nem egy olyan jellegű szakkör, hogy itt tanítunk meg fotózni, de mégis tanulunk egymástól folyamatosan. Például a szakmai vezetőnk Ritzel Zoltán, aki nemzetközi pályázatokon is már ért el nagyon szép eredményeket, és ő az, aki nagyon jól tud minket tanítani. Amikor el tud velünk jönni, akkor utána mindig úgy feltöltődünk, és új dolgokat tudunk kitalálni. A fotózást én azért szeretem, mert megragad egy pillanatot. Tehát egy olyan pillanat, ami többször nem lesz, amit lehet, hogy más nem lát meg, vagy nem láthat, mert nem lehet ott. És ezért szerintem nagyon fontos, hogy meg is tudja mutatni az ember azt, amit ő szépnek talál, vagy amit éppen úgy gondol, hogy más szépnek talál majd. Frey Kovács Mónika közel egy éve a klub tagja. Azt mondja, a fotózást többek között munkája során szerette meg. Mónika ugyanis a női kamionsofőrök csoportját erősíti, melynek köszönhetően Európa szerte számtalan szebbnél szebb helyen járhatott már. 2019. novemberében a Bonyhádi Művelődési Házban volt egy önálló kiállításom, és ott ismerkedtem meg a klubunk vezetőjével, vele felvettem a kapcsolatot, és hallottam a klubról, és szerettem volna csatlakozni, és örömmel fogadtak engem. Nagyon régóta fotózom egyébként, már a kamionozásom alatt is, mert bejártam vele Európát, és azok a pillanatok, amik ott megragadtak, egy kattintással elérhetők voltak, és megörökítettem őket. Sokat tanulok a tagoktól, szeretek ide a klubban járni. Nem csak a saját képeinket hozzuk el, hanem Réka megszokott hívni egy-egy előadót, ahol érdekességeket, tanulnivalókat és újdonságokat tudok magamévá tenni. Én hobbi szinten fotózom egyébként, és a kedvenc témáim a tájfotózás, az épületek, főleg a régi épületek. Sebestyén Krisztián egyike a Bonyhádi Fotóklub alapítóinak. Hobbi fotózással 10 éve foglalkozik, de már gyerekkorában is érdeklődött a képalkotás iránt. 2014-ben keresett fel engem a Réka, hogy szeretnének alapítani egy ilyen klubot, és hogy részt vennék-e benne. Hát nagy örömest vágtam neki ennek a kiszerveződésnek, mert nagyon tetszett, hogy végre egyszer évbe érünk ezzel, és ilyen baráti társulás lett, egy ilyen családias hangulattal fogtunk neki ennek a klub alapításnak. Fotózás számomra már gyerekkorban jött, az általános iskolánkban nálunk volt fotószakkör, és ott már eltanultuk a tanárunktól így az előhívás rejtelmeit, laboroztunk, nagyon, nagyon megszerettem a vegyszerszagot, és onnantól kezdve így bennem volt, velem volt ez mindig is, és ilyen 2010 környékén kezdtem el aktívan fotózni, akkor vettem meg az első tükörreflexes gépemet, és onnantól kezdve fotózgatok ilyen hobbi szinten. A családias hangulat miatt nagyon, nagyon sok klub és nagyon sok szerveződésben a fotósok nem igazán tartanak össze, hát ez itt megcáfolja önmagát, mert mi összetartunk, és tudunk együtt alkotni, együtt fejlődni, egymást tanítani, illetve egymás technikáinak, trükkjeinek így a kis cseréjére vagyunk így képesek.
És tényleg a nagy kikapcsolódás, szóval itt ez olyan szintű megnyugvás, pihenést ad az embernek, még ha el is fáradunk fizikálisan, hogy ezért megéri csinálni. A klub tagjai egyetértenek abban, hogy mindannyian egy összetartó, családias közösség részévé váltak. Hogy kinek ajánlom a fotóklubot, igazából mindenkinek, aki szeret fotózni, tehát minél színesebb a tagság, szerintem annál jobb. A legtöbbünk egyébként a természetet szereti fotózni, de mindig vannak azért emberfotók, hónapról hónapra találunk ki új feladatokat, akár egy-egy színt kell fotózni, vagy valamilyen témát, és ez is mindig jó, mert az ember lehet, hogy olyat még sose fotózott, és valamiben megint belevághat. Mindenképp ajánlom a csoportot. Egy az, hogy a közösséghez való tartozás, a tanulásvágy, és ugye a fotózással érjük el azokat a pillanatoknak a megörökítését, amire később vissza tudunk emlékezni, ajánlani, örömet szerezni másoknak, és megmutatni valójában, hogy mit tudunk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!